Ez lesz hát a börtönünk. Blanka, én rettegek. Én is, kedvesem. De túl fogjuk élni. Megígérem. 10 év börtönre ítéltek. Klára barátnőmet pedig 5 évre. Hogy mi volt a bűnünk? A hazaszeretet. Tíz évesen festőművésznek készültem. Éltem a gróf kisasszonyok boldog életét, de egy valami hiányzott. A társaság. 20 esztendős voltam, mikor a szüleim úgy döntöttek, hogy nagynénémhez, Brunswick Teréz nénihez költözhetek, és kinyílt előttem a világ. Teréz óvodát akart nyitni a szegény gyerekeknek, és majd fél Európát beutaztuk, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk. Teréz néni, úgy érzem, a művészet mellett még valamit tartogat nekem az élet. Olyan akarok lenni, mint te. Tenni szeretnék valami jót az emberekért. Azért fogok küzdeni, hogy a lányok ugyanúgy tanulhassanak és művelődhessenek, mint a fiúk. Ez csodás cél, leányom. Mindenben támogatni foglak. Elhatároztam, hogy alapítok egy lánynevelő intézetet, ahol magyarul tanítom a kisasszonyokat, és ez a Pesti Hírlapban is megjelent. Széchenyi István gróf, a nagy reformer, azonnal megkeresett. Gratulálok, grófnő! Végre valaki felkarolja a lányok ügyét. Viszont javaslom, hozasson angol szaktekintélyt az iskolája élére. Ugyan minek? Jobban elfogadnák a főúri családok, ha egy híres külföldi pedagógus vezetni az intézetet. Gondolja meg, grófnő! Gróf úr, én ezt már eldöntöttem. Az én magyar lány neveldémben csak is magyar ember fog tanítani. Az én iskolám volt az első olyan lánynevelő intézet, ahol magyarul tanították az előkelő kisasszonyokat. Felettébb büszke voltam erre. Hazádnak rendületlenül! Légy híve, ó magyar! Ki tudja folytatni? Én tudom! Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. És mi a címe a költeménynek? Szózat! Vörös Marti Mihály írta nemrégiben, ő a nemzet költője. Ugye milyen okosak? Művelt, értelmes felnőtt hölgyek lesznek, akik beszélnek magyarul, szeretik és ismerik a hazájukat. Most pedig történelmet fogunk tanulni. Kedveltem Vasvári Pált. Szívbéli jó barátságban voltunk. Ő is hitte, hogy a lányok nevelése és oktatása az egész nemzet érdeke. Tépjük le rabláncainkat! Éljen a szabadság! Éljen! Jól beszél a tanárbácsi! Blanka néni, hogyan tépjük le a rabláncainkat? Összefogunk, és együtt megváltoztatjuk a hazánkat. Milyen lesz az új haza? Igazságos kicsikém. Egy olyan hely, ahol minden magyar egyenlő és szabad. Az első lépés igenis a lányok tanítása, hisz hamarosan anyukák lesznek. Ha ők tanítják gyermekeiknek a haza szeretetét, az mindennél többet ér. Szabadságharcunkat leverték. A Habsburg hatalom mindenkit lázadónak nyilvánított, aki harcolt a hazáért. Több ezer embert bebörtönöztek. Bezártam a leánynevelét, és vidéki házamban bujdosó magyar katonáknak adtam menedéket. Jöjjenek! Itt biztonságban vannak! Ön tényleg olyan bátor, mint ahogy mondják. Szokatlan ez egy grófnőtől. Hagyjuk a grófnőt, honvéd úr! Én is csak egy magyar nő vagyok. De jöjjenek már! Hallom, ahogy korog a gyomruk! Klára barátnőm is bújtatott honvédeket egy másik faluban. Se pénzt, se időt nem sajnáltunk honfitársainkra. A titkos rendőrség azonban leleplezett minket. Ott vannak! És börtönbe kerültünk.
Ön szabad, grófnő. Viszontlátásra. Csak azt ne. Már fiatal grófnőként feláldoztam kényelmes életemet a hazámért és a magyar nők neveléséért. És örömmel tettem. Hiszen nem csak nemes lelkű férfiakra, hanem bölcs nőkre is szüksége van a nemzetnek. Tarts velünk és fedezzük fel együtt, hogyan válhatsz te is igazi hőssé. Nézd meg a többi videónkat is a reformkornagyjai.hu-n.